Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Ma két hónapja annak, hogy a sajtó felfedte az Orbáni pedofil hálózat működését. Akkor derült ki, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmével szabadult ki a börtönből a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatójának bűntársa K. Endre. És én már két hónapja nem kaptunk magyarázatot rá, hogy Orbán Viktor miniszterelnök utasítására milyen indoklással ellenjegyezte az akkori miniszter Varga Judit K. Endre elnöki kegyelmét. Az Orbán kormány ugyanis nem hajlandó nyilvánossá tenni a Bicskei pedofil segítő kegyelmi döntésének hivatalos indoklását. A demokratikus koalíció nem adja fel, és továbbra is válaszokat követel az Orbáni pedofil hálózatot érintő kérdésekre. Mivel indokolta Orbán Viktor volt igazságügy minisztere Varga Judit K. Endre elnöki kegyelmének ellenjegyzését? Csupán véletlen egybeesés, hogy a kiengedett pedofil segítő Orbán Viktor öcsével kitűnő viszony Az is véletlen lenne, hogy korábban az Orbán család céges ügyvédje védte a pedofil igazgatót a bíróságon. Azt is véletlennek kellene tekintenünk, hogy az Orbán kormány magyar bronz érdem tüntette ki a pedofil igazgatót akkor, amikor már öt éve tudták, hogy pedofil. A világon nincs ennyi véletlen, nem szabad hülyének nézni az embereket, hiszen nyilvánvaló, hogy ezek az Orbáni pedofil hálózat működésének a bizonyítékai. Addig nincs vége az ügynek, amíg ezekre a kérdésekre nincs válasz, mert az Orbáni pedofil hálózat továbbra is veszélyt jelent a gyermekeinkre. Mindent elkövet az Orbán kormány propaganda gépezete, hogy ne kapjunk válaszokat az Orbáni pedofilhálózatot hálózatot leleplező kérdéseinkre. Világháborúval és nem létező gender lobbival riogatnak, vagy Éppen Varga Judit volt férjének házas életével foglalkoznak, miközben a valódi kérdésekre nem adnak választ. Miért ellenjegyezte K. Endre elnöki kegyelmét Orbán Viktor tudtával és beleegyezésével Varga Judit akkori igazságügyminiszter? Amíg erre nincs válasz, az Orbáni pedofil hálózat zavartalanul működhet tovább. A demokratikus koalíció nem adja fel, és továbbra is válaszokat követel az Orbáni pedofil hálózatot érintő kérdésekre. Mivel indokolta Orbán Viktor volt igazságügyi minisztere Varga Judit K. Endre elnöki kegyelmének ellenjegyzését? Csupán véletlen egy egybeesés, hogy a kiengedett pedofil segítő Orbán Viktor öcsével kitűnő viszonyt ápolt. Az is véletlen lenne, hogy korábban az Orbán család céges ügyvédje védte a pedofil igazgatót a bíróságon. Azt is véletlennek kellene tekintenünk, hogy az Orbán kormány magyar bronz érdemkereszttel tüntette ki a pedofil igazgatót akkor, amikor már öt éve tudták, hogy pedofil. A világon nincs ennyi véletlen. Nem szabad hülyének nézni az embereket, hiszen nyilvánvaló, hogy ezek az Orbáni pedofil hálózat működésének a bizonyítékai. Addig pedig nincs vége az ügynek, amíg ezekre a kérdésekre nincs válasz. Mert az Orbáni pedofil hálózat továbbra is veszélyt jelent a gyermekeinkre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!